Csankirály Katalin vagyok. Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket a Külső és Belső Harmónia ez évi legújabb adásában, melyel minden pénteken 18 órai kezdettel, illetve szombaton ismétlésként délelőtt 10 órakor jelentkezem. Figyelmetekbe ajánlom a rádió archívumát is, melyet a Gömör és Nógrád Rádió közösségi oldalán találhattok meg havi frissítéssel. Műsorszerkesztőként oly sokszor foglalkoztat maga a harmonikus gyermek, család, valamint erős kapocsként a mindennapok részévé vált oktatás is. Ritka család az, ahol vagy gyermek, vagy unoka, akár rokoncsöpség ne látogatna az iskolai intézményt. Valljuk be, több-kevesebb sikerrel, apró cseprő gondokkal, vagy netántán komolyabb aggodalmakkal. Na persze ezekből van a kevesebb, és remélhetően sok-sok tanuló örömmel hurrá hajrá ébred reggel, és rohan az iskolapadba egész napra. Egy egész munkanapra. Feltett szándékom a műsoromon belül segítséget, egy kis mankót, ötletet, lelkesedést és egy kis humort lopni gyermek-szülő-iskola hármas fogadba, bízva abban, hogy több szem többet lát alapon, valahogy kényelmesen el tudjatok helyezkedni eme hintón. Ezúton anyaként, nagyszülőként, pedagógusként és iskolavezetőként szólok hozzátok, több évnyi tapasztalataimból kiindulva. Itt jegyzem meg, hogy ez évben az iskolai oktatás megreformálása elindul. Mi illetékesek reménykedünk, hogy minden új lépés, minden új megnyilvánulás csak is és kizárólag a legféltettebb kincseink egészséges fejlődését eredményezi majd. Két témát hoztam mára, az első, milyen a jó iskola, a második pedig az érintettek kapcsolatteremtéséről szól. Helyezkedjetek el kényelmesen, és tárjuk fel, hogy milyen ma az iskola. Tehát maga az iskola látogatás ideje az ember életének meghatározó szakasza. Kisgyermekként lépünk bele, gyermekkorunkat itt éljük, majd kamaszkodunk, és fiatal felnőttként hagyjuk magunk mögött. Életbevágóan fontos időszak, mert az itt ért hatások egész életünkben elkísérnek, ezért nem mindegy, hogyan, kivel és mivel telik el ez az időszak. A világban boldogabb, eredményesebb, gyerekközpontú, emberközpontú rendszerek működnek. A miénk sajnos még nem ilyen. Az idő vasfoga már rég eljárt felettünk, tehát itt az ideje a változásoknak. Mi is a titka a sikeres iskola rendszernek? Elsősorban az a szemléletmód, hogy minden gyerek jól érezze magát, és megkapja a számára szükséges segítséget a saját fejlődési ütemében, hogy a legjobb eredményt érje el. Galilei már rég megmondta, hogy a gyerek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani. Miközben keressük a gyufát, hagyjuk, hogy óriási iramban, életkori sajátosságokat figyelmen kívül hagyva, pszichológusok nevelési tanácsait lesöpörve, óriási mennyiségű, többségében fölösleges anyagot erőszakoljanak a gyerekeinkre. Értékes idejüket, amit művészetekkel, sporttal, az érzelmi intelligencia fejlesztésével, használható tudás megszerzésével, vagy éppen önfelett játékkal, netán az arra rászorulók, vagy a közösség javára végzett munkával, esetleg pihenéssel, és sok-sok álmodozással, gondolkodással tölthetnének el, ehelyett viszont felejtésre ítélt tananyag megoldására pazaroljuk az időt. Kutatások bizonyítják, hogy még az eminensek is elfelejtik a tananyag minimum 70%-át, vagyis a bemagolt, ám nem használt anyag semmire sem jó. Einstein már a múlt században vallotta, hogy az embernek nem olyan fontos a tényeket megtanulni. Ehhez nincs igazán szüksége iskolára.
Megtanulhatja őket könyvekből. Az oktatás értéke nem a sok tananyag megtanulása, hanem az agytréning, ami megtanít úgy gondolkodni valamiről, ahogy azt a könyvekből nem lehet megtanulni. A gyerekek nem kísérleti alanyok. Ezt minden iskolának és szülőnek észbe kellene vésnie. Minőségi oktatás sokszor hangzik el az utóbbi időben. Hát ki mondja meg, mi a minőség? Kinek mit jelent ez a fogalom? Mindenkinek mást. A sok oklevél az iskolák falain, modern tantermek, interaktív táblák, konferenciák, kreditek, egészséges, vidám, érdeklődő gyerekek, elégedett szülők, jól működő közösségek, boldog és becsületes, magukért és a közösségünkért bátran kiálló egyének, hiteles és önzetlen vezetők. Nem. Akkor hát milyen is a jó iskola? Hát elsősorban olyan, ahova a gyerek örömmel jár, mert biztonságban és otthon érzi magát, ahol szeretik, beszélgetnek vele, kíváncsiak a véleményére, ahol nem veszik el a kedvét a világ megismerésétől, és nem folytják el a kíváncsiságát, nem tépázzák meg önbizalmát. Ahol megélheti gyerek és ifjú korát úgy, ahogy személyiségének és életkorának megfelel, mert nem várják el, hogy a felnőttek világához igazodjon. Nem arra késztetik, és nem arra készítik fel, hogy szembe tudjon nézni a kegyetlen világgal, hanem azt mutatják meg neki, hogyan lehet kevésbé szívtelenné tenni a világot. Nem kényszerítenek rá olyan gyors tempót és nagy mennyiségű anyagot, amit nem az elmélyített tudást és a tanulás szeretetét adja. A jó iskola nem versenyistáló és nem bajnokképző, ahol egyetlen dolog számít, az individuális eredmény. A jó iskola a reális világba való kilépésre és helytállásra készíti fel a gyermekeinket. A jó iskola olyan, ahol nem kell sietni, ahol nyugodtan lehet tanulni, írni, olvasni, számolni, hogy később ne kelljen értő olvasást tanulni. Ahol tudják, hogy ismétlés a tudás anyja, meg azt is tudják, hogy a kevés sokszor több, és aki sokat markol, keveset fog. Ahol nem kell érthetetlen idegen szövegeket magolni, ellenben sokat lehet szaladgálni, mert tudják, hogy milyen adottságokkal rendelkezik a kisiskolás. Meg hát, ahol nem várják el vezényszóra, hogy mindenki egyszerre tudjon mindent, és nem szégyen az, ha valami nem sikerül elsőre. Reménykedünk, hogy akik irányítanak, rájönnek végre, hogy eddig óriási hibát követtek el. A távolság évről évre nő a gyerekek befogadó képessége és a tananyag között. Sem a mennyiség, sem a minőség nem elfogadható. Örömmel várjuk az iskolai újításokat, melyet már az elején említettem. Ehhez hosszú időre lesz szükség, de bizakodva állunk a reformok elé. Első témánk végéhez értünk. Köszönettel tartozom Imre Nóra pszichológusnak, hogy segített az eszmefuttatásomban. Műsorom második részében egy frissítő zene után a gyerek-iskola-szülő kapcsolatát boncolgatom. Ne menjetek messzire, nem sokára folytatjuk. Tartsatok velem! Köszönöm, hogy velem maradtatok. Folytatnám hát a gyerek-szülő-iskola hármas fogatával, bízva abban, hogy a közösségépítő erő itt sem hagy cserben bennünket. A szülő és az iskola, a családi otthon közötti kapcsolatrendszer jellege változó formákat ölt oktatási rendszerenként
intézményenként és egyéni szinten, a pedagógus-szülő viszonylatában is. Egyre többek a harmonikus együttműködésre irányuló iskolai kezdeményezések. A szülő-iskola viszonyrendszer minőségét a szakma együttműködőnek minősíti. Mégis egy-egy hiba véleményem szerint becsúszik a szerkezetbe. Ennek a viszonyrendszernek partneri jellegűnek kell lennie, hogy a tanulói eredményesség és a méltányosság gyakorlása harmonikusan együttműködjön. Az oktatás minőségének előmozdítására tett lépések egyikeként fogalmazódik meg a szülők aktívabb bevonása, részvétele a tanulók iskolai életében. Az iskola és a család közötti kapcsolat fontossága a szülő nélkülözhetetlen szerepe a gyermekek kognitív és szociális fejlődésében, és ez visszatükröződik. Számos európai országban sajátos jogi keretrendszert alakítottak ki, hogy elősegítsék a partneri kapcsolat kibontakozását a szülők és a tanárok között. Elvárták az iskoláktól, hogy többféle részvételi formát kínáljanak a szülőknek, vonják be őket gyakrabban az iskola életébe. A másik oldalról pedig az iskolák és a tanárok hívták fel a szülők figyelmét arra, hogy törekedjenek minél többet jelen lenni gyermekeik iskolai életében. Minden bizonnyal kis hazánkban is mihamarabb elfogadott lesz ez a szemlélet, persze nem kötelező és direktív módon. Az Európai Unió tagjaként hazánkra is erős befolyást gyakorolnak nem csak az uniós direktívák, irányelvek, szakpolitikai dokumentumok, hanem a különböző oktatásfejlesztési programok is. Ebben a témakörben hazánk vállalta, hogy nemzetközi körülményeit figyelembe vétve kidolgozza saját középtávú stratégiáját. Nem csak a szülők iskolák iránti bizalmát növelő programokat kell megvalósítani, hanem a kölcsönösség a partnerkapcsolat erősítése érdekében az intézményvezetők és tanárok a tanulók szüleivel szembeni bizalomfokozást segítő programokat is, mint az eredményesség növelésének egyik lehetséges eszköze. Az inkluzív tanítási programokat kiemelten szükségesnek kell tekintenünk, hogy a kedvezőtlen társadalmi hátterű családok is támogatni tudják gyermekeik tanulását. Ez az iskolák a legnagyobb harca jelenleg, és régiónkban különösképpen. Amikor maga a szülő kisebb IQ-val rendelkezik, bár náluk is él a mondás, miszerint a gyermekem többre vigye, mint én. Az iskola-szülő-partner kapcsolat többféle értelmezésben jelenik meg a szakirodalomban, mégis ezek többnyire ugyanazokat az elemeket tartalmazzák. A közös felelősséget az iskola és a család között, valamint az együttes munkálkodást a gyermek fejlődése érdekében. A jól működő partner kapcsolat feltétele a kölcsönös tisztelet, a közös érdekek, a nyitott kommunikáció a szülő és az iskola között. Ez azonban nem egy statikus állapot, hanem egy folyamat, melyben a partnereknek ideális esetben az a célja, hogy folyamatosan erősítsék és támogassák egymást a gyerekek fejlődése érdekében. Az egyik legtöbbet idézett szerző, Epstein, a két fél együttműködésének fontosságát kétféle megközelítéssel vázolja fel. Az egyik a konfliktusokat emeli ki, a nézőpontok különbségéből adódó feszültségeket, ahol az iskola és a család közötti kapcsolatok diszharmonikusak. A másik megközelítés szerint a megfelelő partner kapcsolat nélkülözhetetlen a gyermek fejlődése érdekében. Tehát az iskolának és az iskola vezetésnek választási lehetősége van. Vagy kevés interakciót alakít ki a családok és a helyi közösségek felé, vagy a harmonikus együttműködés érdekében gyakori kommunikációt és kapcsolatfelvételt kezdeményez. Az utóbbi az iskolák, a családok és a közösségek között
azt eredményezi, hogy több tanuló észleli az iskola, a tanulás fontosságát, az egymásnak való segítést és a közös gondolkodást. Ha a tanuló érzi a biztatást, akkor szorgalmasabban tanul, jobban teljesít, nem morzsolódik le. Emellett a szülő és az iskola közötti harmonikus együttműködések fejlesztik az iskolai légkört, színesítik az iskolai programokat, növelik a szülő készségeit és segítik a tanárokat a munkájukban. A családbarát iskolák megerősíthetik maga az iskola fontosságát, a házi feladat fontosságát és mindazokat a tevékenységeket, melyek fejlesztik a tanuló képességeit, készségeit. A közösségek szintén megvalósíthatnak olyan iskolabarát programokat, melyek bátorítják és jutalmazzák a tanulókat az erőfeszítésükért, a fejlődésükért. Emellett kialakíthatnak olyan szolgáltatásokat, programokat, melyek segítik a családokat abban, hogy jobban tudják támogatni gyermekeik tanulmányait. Miért fontos a szülők bevonása? Miért hasznos ez a szülők és a pedagógusok számára? Hogyan okoz különbséget az iskolai eredményekben a részvétel eltérő szintje? Többek között ezek a kérdések merülhetnek fel. Az erre irányuló kutatások azt eredményezik, hogy a szülők részvétele tehát nem csak az iskolai eredményességre hat, hanem a tanulók iskolához fűződő attitűdjére, a tanulásra fordított időre és az iskolai magatartásra is. A szülők általában elégedettebbek az iskolával is, inkább elismerik a tanárok gyermekeik fejlődéséért végzett munkáját. A pedagógusoknál a saját tanári hatékonyság érzete erősebbé válik, mivel saját tanítási képességeit pozitívabban látják. Egy jó partneri kapcsolatban a tanár jobban megérti a tanulók egyéni tanulási szükségleteit, és egyúttal képes arra, hogy a szülőket támogassa gyermekük iskoláztatásában. A szülők nagyobb hajlandóságot mutatnak a bevonódásra, ha azt érzik, hogy a tanárok ezt üdvözlik és szorgalmazzák. Hogy miképpen, hogyan és mikor lehet ezt véghez vinni, kérdezhetjük jogosan ebben a rohanó világban, mert bizony időigényesek az imént elhangzottak. Bizonyára szervezést igényel mindkét féltől, de kikért is hoznánk áldozatot, hanem a drága gyermekeinkért. A téma elgondolkodtató, tudom, de higgyétek el, hogy csak és kizárólag pozitív utócsengése lenne. Itt értünk műsorunk végéhez, és végtelenül hálás vagyok, ha velem voltatok. Legközelebb egy hét múlva jövök újabb érdekes témával, vagy egy kedves vendéggel. Csankirály Katalin voltam, a viszonthallásra.